Sziasztok! A mai videóban az én top 5 kedvenc pupa sminktermékemről szeretnék nektek beszélni. Ugye már nagyon sok videóban használtam őket, illetve beszéltem is róluk, meg tényleg most már egy éve ismerkedem ezzel a márkával, úgyhogy így arra gondoltam, hogy ha már ennyi terméket ki tudtam szerencsére próbálni ettől a márkától, akkor kiválasztok 5 olyat, amik tényleg ilyen állandó klasszikus darabok, és nem olyan, hogy mondjuk 5 kedvenc szemhéjárnyaló vagy ilyesmi, szóval különböző termékek, amiket tényleg bele lehet építeni egy sminkkollekcióba. Úgyhogy a mai videóban erről lesz szó, és hogyha végignézitek a videót, akkor a végén még egy kis nyereményjátékkal is megleplek benneteket, úgyhogy tartsatok velem. Nos, akkor kezdjük is az alapoktól, amit így elsőként meg szeretnék nektek mutatni, az egy BB krém, illetve hát kettő, vagy igazából így az összes BB krém. Ugye pupának 5 BB kréme van, és én ebből kettőt próbáltam ki eddig. Egyébként, amit ezekről a BB krémekről tudni kell, az az, hogy nem csak BB krémek, tehát itt van például ez, ami primer és BB krém egyben, illetve ez a kis rózsaszín tubusos, amilyen anti-aging hatású is egy kicsit, és ezen kívül most puskázok egy kicsit a katalógusból. Ezen kívül még van egy primer plusz BB krém, ami kombinált és zsíros bőre való, illetve olyan is, amilyen pigmentfoltok elleni egységesítő kezelés, úgymond, és igen, van még egy bronzosító, arctökéletesítő BB krém keverék, és igen, ez a ránctalanító hatású bőröregedést gátló, ez a rózsaszín. Szóval a lényeg, hogy mindkettőnél azt tapasztaltam, hogy nagyon lehelletnyi fedést ad, tehát ugye BB krémektől nyilván nem is azt várjuk el, hogy egy nagyon-nagyon problémás bőrt teljes egészében lefedjen, hanem csak egy egységes lehelletnyi fátyolt ad így az arcunknak, tehát az anyajegyeket, a szeplőket, meg nagyon még a pattanásokat sem fedi le, ugye ezt azért el kell ismernünk. Ezek nem erre valók. Ezt szeretem főként benne, hogy nem látszik az, hogy használtál valamilyen alapozót, vagy akármit az arcodon, mert tényleg annyira természetes és egységes lesz a bőröd, hogy nagyon jó. Úgyhogy igen, ezt tudom kiemelni főként. A másik dolog, ami nagyon tetszik nekem benne, hogy így miután használtad, nagyon könnyű egyébként eloszlatni is, és miután végeztél, ilyen tök jó matt hatású, vagy ilyen púderes matt hatású lesz a bőröd, tehát nagyon még púderre sincs szükségünk, nyilván, hogyha nagyon forróság van, akkor igen, de egyébként simán megállja a helyét, csak ez így is, ecsettel, kézzel felvéve, mindenhogyan tudom ajánlani. Fényvédők is vannak benne, bár ugye ezt írtátok is egyszer, hogy azok a fényvédők, amik ezekben a BB krémekben vannak, azok nem olyan igazi fényvédők, mint amit arckrémmel viszünk fel, mert ebből nem viszünk annyi mennyiséget fel az arcunkra, hogy ki tudják fejteni a hatásukat. Minden esetre azért jó dolog, hogy van benne egy kis fényvédő, mert nyilván azért az egész arcunk felületére visszük fel, szóval azért jó, hogyha van benne, de használjunk emellé nyáron még pluszban mindenképpen fényvédő termékeket is. És ami nagyon jó egyébként ezekben a termékekben, de szerintem ez nagyjából az összes pupa termékre elmondható, hogy bőrgyógyászatilag teszteltek, alkoholmentesek, parabénmentesek, nem komodogén, hipoallergén, úgyhogy így szerintem még az érzékeny bőrűek is nyugodtan adhatnak egy próbát ezeknek a termékeknek, és tényleg ezeket alapként nagyon tudom ajánlani, hogyha egy egységes lehelletnyi fedésre, egységesítésre van szükségetek, de hát a BB krémek egyébként ugye erre is jók, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Ami még fontos lehet, az az áruk, ugye az 3590, tehát körülbelül 3600 forintért tudjátok ezeket beszerezni a pupa üzletekben. Nos, de akkor haladjunk is tovább, mert úgy érzem, nagyon-nagyon sok mindent tudok beszélni egy-egy dologról, és nagyon hosszú lesz ez a videó, úgyhogy a következő, amiről beszélni szeretnék, szintén egy alap, és az előbb már említettem a púdert, akkor igen, akkor mindenképpen tudom ajánlani a pupának a kompakt púderét, Like a Doll kompakt púder, így ez a neve. Nekem ez a 002-es árnyalatban van meg, és egyébként viszonylag világosnak mondható a bőröm, de abszolút meg vagyok vele elégedve, nagyon tökéletesen illik, alkalmazkodik a bőröm színéhez. Van benne egy elég jó kis tükör, illetve egy kis púder párnácska is, szivacs. És igazából semmi különös nincs ebben a púderben, csak annyi, amennyit én elvárok alapból egy púdertől, az az, hogyha felviszem, akkor ne látszódjon, hogy van rajtam egy ilyen púder réteg, tehát hogyha felviszem így, mintha fel sem vittem volna, csak éppen lemattítja az arcbőrömet, úgyhogy ez a púder is igazából ezt teszi, nincs ilyen, nem tömíti el a bőrömet, nincs ilyen maszk hatása, tökéletesen alkalmazkodik a bőröm színéhez, pedig szerintem ez a 002-es árnyalat nem ilyen átlátszó, úgyhogy
Ennek ellenére tényleg nagyon tökéletesen alkalmazkodik a bőrömhöz. Egyébként nagyon sokféle árnyalatban kapható, úgyhogy tényleg azért érdemes kipróbálni az üzletben. Az ára ennek szintén 3600 forint, úgyhogy ezt a pudert is azért szerettem, meg is került a kedvenceim közé, mert ez a nagyon természetes hatást adja vissza, és én mindenféleképpen ezt keresem így a sminktermékekben, úgyhogy igen, ezt is nagyon szívesen tudom ajánlani nektek, hogyha egy jó pudert kerestek. Maradva ezeknél a puderes termékeknél, a következő egy pirosító, méghozzá a Like a Doll kollekcióból a Maxi Blush és a 202-es árnyalat. Ez nagyon fontos, azért fontos, hogy ez a 202-es árnyalat, mert engem a színe is nagyon megfogott ebben a púderben. Tehát nem csak az, hogy nagyon jó minőségileg is, de én akkor már mutatom is. Szóval ez a pirosító szín nekem így az alap. Tehát hogyha egy pirosítóra gondolok, akkor így ez a pirosító. Nagyon szép ilyen, nem is tudom, ilyen tégla, vörös egy kicsit, narancsos, bronzos, szóval abszolút nem ez a rikító pink, azt is szeretem egyébként, csak hogy ilyen hétköznapokra ez ilyen tökéletes pirosító, és azért tetszett meg nagyon. Egyébként most is ezt láthatjátok rajtam, hogyha látjátok. Ez a pirosító egyébként nem teljesen matt, de ha így belenyúlok, nem igazán látok benne csillámokat, tehát annyira apró ilyen kis highlighter pigmentek vannak benne, amit tényleg csak akkor látsz, hogyha felviszed az arcodra is, és látod, hogy egy kicsit ilyen bronzosan ragyog tőle ragyognak tőle az almácskák, úgyhogy nekem ez tetszett nagyon meg benne, hogy nem az a puff nagyon-nagyon csillámos, hanem ilyen kis sejtelmesen highlighter és pirosító egyben, úgyhogy igen, szín is nagyon meggyőzött, és tényleg mostanában szinte mindig ezt használom, egyszerűen nem tudok más pirosítóhoz nyúlni, mert imádom. Ebben is találhatunk egyébként egy kis tükröt, illetve ez a pirosító így még kicsit fel is hajtható, hogyha felhajtjuk, akkor alatta meg egy ecsetet találunk, ami igazából vészhelyzetekre tudok ajánlani. Én nagy pirosító ecseteket, rendes ecseteket szeretek használni, úgyhogy ez ilyen vészhelyzetre jó, hogyha ott van. Úgyhogy igen, ez a harmadik kedvenc sminktermékem a pupától. És akkor következzen a negyedik, ami szintén ilyen púderes termék, de egyébként, hogyha így nagyon nagyjából belemegyünk, akkor így le is fedi, tehát majdnem egy komplet sminket lehet csinálni így ezekkel, a szempillaspirált leszámítva, az még nem sikerült a kedvenceim közé tenni. Nos, a következő termék, vagy termékek, igazából szemhéjárnyalók, de én legfőképpen a mono szemhéjárnyalókat tudnám kiemelni. Ugye ez a Vamp szemhéjárnyalók, amit nedvesen és vizesen, na ezt most jól megmondtam, ugye ezek a Vamp szemhéjárnyalók, amiket szárazon és nedvesen is lehet használni, de ugye, hogyha nedves ecsettel visszük fel, akkor na jó, sokkal jobban kihozzák a színüket. Szóval igazából nem is tudom, bármelyik árnyalatot mutathatom nektek. Nagyon szép természetes, rengeteg féle árnyalat, de tényleg megtalálható, ugye nagyon természetesektől az élénk színekig, úgyhogy ez is nagyon jó, illetve igen, a kedvencem egyébként ez az aranyos szín, amit így hétköznapokra csak gyorsan feldobsz, és tökéletes szemhéjárnyalóként. Ami a lényeg, hogy azt tetszett nagyon meg ezekben a szemhéjárnyalókban, hogy abszolút nem porzanak, és tök pigmentáltak, amik nagyon fontosak ugye egy szemhéjárnyaló esetében, tehát nem porzanak, és ilyen szép, ilyen tömör színük van, nem tudom, még ezeknek a világos árnyalatoknak is annyira szép tömör színe van, és igen, amik is mini ecsetek vannak benne, én nem szoktam ezeket szeretni, de ezeket a szemhéjárnyalókat ezekkel a kis mini szivacsos applikátorokkal szeretem a legjobban felvinni. Tök jó egyébként, mert ilyen kis hajlított az applikátor, és csak így rásimítom a szemhéjemre a festéket, és gyönyörű. Tényleg bőven elég hozzá ez a kis szivacsos applikátor is, és egyébként tartós is, bár azt azért tanácsolom, hogy használjátok szemhéj alapozót előtte, de ez szerintem nagyjából minden szemhéjárnyalónál érdemes, mert sokkal jobban kihozza a színét, és egyébként tartósabb is lesz, még nem ráncosodik be. Szóval lehet, hogy ha ezt is szemhéj alap nélkül használnám, akkor ez is, nem tudom, még nem próbáltam, csak szemhéj alappal próbáltam ki őket, és úgy abszolút tökéletesek voltak. Elérkeztünk az ötödik kedvenc termékhez, amit most éppen az ajkamon is láthattok, illetve nagyon-nagyon sokszor kérdezitek mindig, hogy milyen rúzs van a számom, mert annyira gyönyörű. Nos, akkor most így ebben a videóban elárulom, hogy Pupának az I'm Pupa Matte Lip Fluid nevezetű folyékony matt ajakrúzsa
Hát ez most éppen a 072-es árnyalat egyébként, hogyha valakit érdekel, bár nagyon sokszor torzít a kamera, tehát nem tudom, hogy most éppen ez milyennek látszik, de ilyen erős, pinkes, rózsaszínes szín egyébként most, ami a számom van. Na mindegy, tényleg így körülbelül az egész öt közül lehet, hogy nagyon. Ez a kedvencem igazából, nem tudom, most már nagyon tetszenek ezek az élénk rózsok, és nagyon imádom ebben azt, hogy ilyen matt, illetve hogy baromi tartós, tehát tényleg az előbb is ittam, és még a pohár száján se látszódott meg, hogy ittam volna, vagy hogy rúzs van rajtam. Úgyhogy igen, elég durván tartós, bár azt nagyjából minden matt rúzsnál el kell mondani, hogy azért a matt rúzsok viszonylag szárítják az alkakat, úgyhogy mielőtt felvisszük, azért érdemes egy fél órával előtte jól alaposan bekenni ajakbalzsammal a szánkat, hogy tényleg utána ne száradjon ki annyira gyorsan. Most egyébként nekem nincs kiszáradva, abszolút is tényleg ezt csináltam, hogy kicsit bekentem előtte ajakbalzsammal. Úgyhogy ennyi, ez az egy hátránya annak révén, hogy matt rúzs, de egyébként nagyon durván élénken pigmentáltak, tartósak és gyönyörűek. Úgyhogy igen, tényleg ez a kedvencem szerintem, így az egész öt közül még ez van egy legelső helyen, mert nagyon-nagyon szeretem. Ugye a videó címe az, hogy top 5 sminktermék, de van még egy plusz ráadás, amit szeretnék így megemlíteni, méghozzá azok a körömlakkok. Ugye ezek annyira nem sminktermékek, de mégis azért eléggé nagy közük van a sminktermékekhez, úgyhogy gondoltam így még plusz egyként megemlítem ezeket a gél hatású Lasting Color Gel körömlakkokat. Nagyon-nagyon sokféle színben megtalálhatóak, szóval tényleg bőven van választék, és ami a legjobb, hogy 4-5 napig tényleg rajt marad, úgy vállalható állapotban rajt marad a körmeinken, és nagyon-nagyon szuper bennük még az, hogy pigmentáltak, tehát már az első rétegnél azt gondolhatjuk, hogy na jó, ez bőven elég, mert nagyon szép erős fedése van, viszont azért muszáj két réteg, mert egy réteggel nem tartós, tehát egy réteg után azért már szinte másnap is lehet látszani, hogy lejön, de szóval azért muszáj két réteg ahhoz, hogy így 4 napig mindenképpen vállalható állapotban legyen a körmeinken. Mostanában azért nagyon megszerettem őket, mert hogy viszonylag tartósak, nagyon pigmentáltak és rengeteg-rengeteg színválaszték áll rendelkezésünkre, úgyhogy gondoltam ezt így plusz egyként még megemlítem nektek. És a top 5-ös lista végére is értünk, ami azt jelenti, hogy elérkeztünk a nyereményjátékhoz, és igazából mindenképpen azt szerettem volna, hogy ti is ezek közül a top 5 termék közül próbáljatok ki valamit. Úgyhogy most egyébként két nyertes lesz, és mindkét nyertes ugyanazt fogja kapni, csak más színekben. Egy-egy szemhéjárnyalót, ilyen kis mono szemhéjárnyalót, illetve egy-egy körömlakkot ezekből a gél hatású lakokból. Egyébként ezt a két színt pont, amit itt a kezemben tartok, illetve hát a szemhéjárnyalók legyenek meglepetések, de azt elárulom, hogy nem rikító, tehát nagyon szép természetes visszafogott színeket választottam ki, hogy a hétköznapokon is tudjátok hordani. Úgyhogy igen, a két nyertes ezt a két kis dolgot fogja megkapni, és akkor ti is kipróbálhatjátok, illetve két ember kipróbálhatja, hogy tényleg jók-e ezek a termékek, amikről beszéltem itt nektek. A nyereményjáték részletes szabályait itt a videó alatti kis infoboxban találjátok meg. A nyereményjátékban úgy vehettek részt, hogyha feliratkoztak a csatornámra, illetve azt szeretném kérni tőletek, hogy írjátok meg kommentben, hogy idén hol voltatok nyaralni, vagy ha még nem voltatok, akkor hova mentek, illetve ha egyáltalán nem mentek, akkor így mi az az út, úti cél, ami így az álom, ahova legszívesebben elmennétek így jelen pillanatban. A nyereményjáték egy hétig fog tartani, és miután kisorsoltam a két nyertest, az ő nevüket beírom ide a kis infoboxba, így a nyereményjáték leírásához, illetve Facebookra is mindenképpen ki fogom tenni, úgyhogy így ezt a két helyet figyeljétek. Szóval még egyszer egy hét van arra, hogy jelentkezzetek, és akkor utána egy-két napon belül meg is fogjátok találni a nyertesek nevét. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sok sikert a nyereményjátékhoz, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!